Ez a mozgás ideje. Galda Péter polgármester így fogalmazott rövid köszöntőjében a tavaszi úszóverseny megnyitóján. A városvezető elmondta, legutóbb 2019-ben tudott úszóversenyt rendezni az önkormányzati fenntartású Kispesti úszoda. Mindenkinek öröm az, hogy a pandémia után itt vagyunk a Kispesti úszodában, a hagyományos tavaszkupán az úszóversenyünkön, hiszen ahogy ön is említette, az elmúlt két évben a pandémia, a világjárvány miatt nem volt lehetőség arra, hogy úszóversenyt vagy bármilyen nagyobb rendezvényt megtartsunk a kerületbe. Ez egy olyan hagyományos verseny a Kispesti úszodának, a Kispesti önkormányzatnak, amelyeket már hosszú-hosszú évtizedek óta rendezünk, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára öröm, hogy most megint elég sokan eljöttek, és meg tudjuk tartani ezt a versenyt. Az a célunk, hogy remélhetőleg a pandémia elmúltával minden ilyen sportesemény, sportrendezvényt vissza tudjunk vezetni a kerület közéletébe, és hát persze azokat a rendezvényeket is, amelyeket hosszú ideje várnak a kispestiek, és szintén elmaradtak, és hát persze biztosítjuk azokat a szintereket, akár az úszoda működésével, akár a felújított Tíla és sportcentrummal, vagy a megújult játszótereinkkel, ahol nem csak versenyeken, hanem a hétköznapokban is lehet ingyen sportolni, mozogni, hiszen ez az egészség megőrzése szempontjából nagyon fontos mindenkinek. Szerveznek egy új rendezvényt is, tette hozzá a polgármester. Ez a Kispesti Egészség a május 7-én lesz a Tihilajos Sportcentrumon, ahol nem csak mozogni lehet, hanem különböző szűrőprogramok is lesznek, úgyhogy azt ajánlom, hogy május 7-én reggel már mindenki jöjjön majd a Kispesti Sportcentrumba, a Tihilajos Sportcentrumba az új egészségnapunkra. 150-170 kisgyermek versenyzett ezen a délelőttön. Alsós és felsős diákok egyéniben, valamint váltóban mérték összetudásukat. Egy óriási felüdülés, 19 őszi úszóversenyünk volt, ami utoljára meg volt rendezve, se 20-ban, se 21-ben nem volt verseny, és még az idei tavaszi verseny is bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e rendezni. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk rendezni. Kicsit a létszám az nem a megszokott tömeg, de azt gondolom, hogy már ez is egy nagy siker, hogy itt tudunk lenni. Tudjuk, hogy még azért elég sok a megbetegedés, meg azért bizonytalanságok vannak még, de nagyon örülök, hogy sok gyerek újra itt van, és megtöltik az úszodát. A koronavírus járvány a Kispesti úszodában is több hónapos leállást hozott, de az utóbbi időszakban már visszaállt az élet a megszokott kerékvágásba. A második lezárás az egy kicsit lazább volt, tehát 2020 novemberétől 21 nyaráig egy ilyen korlátozott jellegű lezárás volt, ami azt jelentette, hogy szemben a 2020 tavaszi lezárással, amikor teljesen leálltunk, leeresztettük a vizet, hónapokra megszűnt az élet gyakorlatilag az úszodában. Itt a második lezárás esetében az, hogy a versenysportolók tudtak hozzánk jönni, az azért nekünk is egy kis életet adott, egy kis kicsit a rutinban tartott minket, hogy így tudja fogalmazni. Sajnos nyilván a költségvetési forrásoknak a ellapadása, vagy a Covid-hoz kötődően a szorosabb nadrágszíj azt eredményez, hogy nagyobb karbantartást nem tudtunk végrehajtani, de nyilvánvalóan azokat a dolgokat, amiket már egy leállás miatt rég vártunk, hogy meg tudjunk csinálni, burkolatcseréket, csőcseréket, egy pár szivattyúcserét, azt szerencsére meg tudtunk csinálni, és igazából ugye tavaly nyár óta relatíve korlátozásmentesen, és ugye már egy ideje teljesen korlátozásmentesen tudják látogatni az intézményt a vendégek. Szerencsére a lakosság is és a tanfolyamunkra is visszajönnek az emberek. Azt látjuk, hogy nagyon hiányzott mindenkinek a úszás, nagyon hiányzott mindenkinek a mozgás, és mindenki nagy szeretettel jön vissza. Mi pedig nagyon örülünk annak, hogy vendégeket láthatunk az intézményben. Milyen programok lesznek a közeljövőben, amiről tudunk beszélni? Most ugye a normális délutáni tanfolyamunknak az utolsó hónapjaiba lépünk. Ez az iskolával párhuzamosan a tanév végén leáll. A nagy projektünk minden nyáron a napközis tábor és az intenzív tanfolyam. Ezt a kettőt tartjuk így nagyon fontosnak, és ez saját szervezésben megy mind a kettő program.
az iskola végét követően egészen augusztus 20-áig végig lesznek tanfolyamok és napközis tábor is, és ezeket nagyon szokták szeretni a idejáró egyébként tanfolyamra, meg iskolával úszni idejáró gyerekek is, meg olyanok is, akik csak nyáron jönnek hozzánk, de mivel szép nagy kertünk van, külső medencénk, van egy relatív új pár éve készített, vagy pár éve beszerzett játszóterünk, ezért a kisebb korosztálynak is van játék lehetősége a napközis tábor során, nagyobb korosztálynak pedig foci, strandröpés, egyéb foglalkoztató játékok vannak egész nap. A tavaszkupán 9 kerületi iskola indult. A végső győzelmet a Kós iskola szerezte meg. Az alsós dobogósoknak Kertész Csaba, a felsősöknek Vincek György a polgármester adta át a díjakat.